Sok-sok szeretettel köszöntelek Szexádon, a Fitke Stúdió karanténjába. Kerát Henrietta vagyok edző, és beköltözök az önök otthonába, igaz csak virtuálisan. Ha megengedik, akkor innentől kezdve, mint sportársakat, nem magázni, hanem tegezni fogom. Így egyszerűbb lesz. A koronavírus járványra való tekintettel ugye beszorultunk a négy fal közé, és nem csak fizikailag, hanem mentálisan is elég szűkös körülmények között mozgunk. Nagyon fontos lenne, hogy a mindennapi mozgást beiktassuk ezekbe a napokba, hiszen nem csak hogy stresszoldó, hanem a szorongásunkat is nagyon-nagyon könnyedén tudjuk vele elűzni. Nagyon jó lehetőség. Apukák, anyukák, gyerekek, nagypapák, nagymamák, nemtől, kortól függetlenül bárki. Gyertek és tartsatok velem! Ne várd meg azt, hogy majd holnap elkezdem. Még ma kezd el! És azzal se törődjél, hogy ki mit mond. Bízz magadban, bízz bennem. Mert te és én, mi ketten, mint egy csapat, sőt, mint egy közösség, elérhetjük a céljaidat. De ehhez az kell, hogy most felállj a székből, és gyere velem! Győzzük le ezt a vírust, erősítsük meg az immunrendszeredet, minden egyes nap más-más edzésprogrammal foglak várni benneteket itt, a Tolnatáj Televízióban. Induljon a következő blokkunk. Ez már egy kicsit dinamikusabb lesz, az előző blokkokat összefoglalva és új mozdulatsorokat tanulva. Kezdjük is! Levegő. Vár, húzások. Figyelj! Pici! Másik. Figyelj, tarkón a tékéz, gugol, második ütemre húz a térd. Egy sima, egy gugol és húz. Na még egyszer, mind a két oldalra. Maradsz lent, kinyújtod a kezed, törzsdöntések, egyenes a törzs, széles a terpesz. Pici. Másik. Sima gugol, 8. Oldalsó középtartásba a kéz, válszélességű terpesz, és emel előre a láb, érint a karoddal. Nyújtva. Figyelj, váltott kézzel, ellentétes karláb emel. Még egy-egy. Nagyon jó. Jobb lábunkkal hátra lépünk, talajt érintünk, és az előbbi mozdulatsor továbbra is élni fog. Figyelj! Érint, érint. Talaj, láb. Talaj, láb. Akinek megy, az oldalsó középtartásba emelheti a másik karját.
Megyünk a másik oldalra, tara érint, nyújt a láb előre. Csak simán. Akinek megy, oldalra akar. Nagyon ügyes vagy. Figyelj, jobb láb, emel, oldalsó középtartásba a kéz. Emel, négy darab, csak tart. Pici. Tart. Csípőre teszed a megemelt lábad oldali kezét, másik a fül mellé, és húz, leérintheted a lábujjadat, húz. Ügyes vagy. Szuper. Másik oldal jön. Oldalsó középtartás. Emel a láb. Négy darab. Csak tart. Pici. Csípőn a kéz. Lábujjak lent, fül mellett a kéz, és húz, érint a tér, 8 darab. Nagyon jó, most megpróbáljuk összekötni az eddig tanultakat. Emlékszel még a hintára? Meg a hintából lábemelésre? Na most ezeket mind összerakjuk. Sima lépünk, zárunk. Innen megy a hinta. Szuper. Forduljunk el. Lép, zár. Ügyes vagy. Nem nehéz. Kövesd le a lába. Elől marad az egyik láb. Hátulsó láb. Marad hátul, sarok fönt. Kar a fül mellett. Húz a hátul levő láb. 8. Három. Rúg a popsi csípőn a kéz. 8. 4. Leszorítod a lábujjadat, és megy utána a sarkad is. 8 darab. Hátul levő lábra megy a súly, megemelkedik a cipőóra. Megnyújtod, megpróbálsz hosszan előre nyújtózni, és felállni. Még ismétlet háromszor. Szép! Lép, zár. Hinta. Fordulunk az ellentétes irányba. Lép, zár. Most ugye a másik lábad van hátul. És hú. Karral. Akinek nehéz a kezét, lábát összeegyeztesse, nyugodtan csípőre tett kézzel is teheti. 8 darab, rúg a fenét, sarkad érinti a feneket. Lábujjad lent, karod fönt, sarkat szorítod le és emeled föl. 8 darab. Leszorít, hátra megy a súly, másik lábfej megemelkedik, megérinted, hosszan előre nyújtózol, és felállsz. Három, még. Szép, hinta. Megy a kar, kaszával, oldalsó középtartásig emel, és megy föl. A hinta marad. Megyünk vele törzsdöntésbe. Gyere vele föl. Megyünk ki oldalt és fordulj is utána, lassan. Oké, marad a kiinduló helyzet, széles terpesz, karkörzések előre.
Malomkörzés. Mosolyog, mert edzeni jó. Hátra. Ha valakinek esetleg rotyog a válla, nyugodtan rakja vára a karját, és úgy menjenek a kisebb fajta körzések, jó? Kicsit szűkít a terpesz, hát egyenes térdbe hajlítva, fül mellett a kéz, és rugóval mennek a karlendítések. Biztos ismeritek azt a mottót, hogy a sport küzdelemre tanít és kitartásra nevel. Ezt jól jegyezzétek meg, aki még nem hallotta. Csak tart! Gyere föl lassan. Engedd le oldalt, zár elől, nyit és megint föl. Ne feledd, minden edzés végén a nyújtás elmaradhatatlan. Ahhoz, hogy ne sérülj meg, mindig be kell melegíts, és ahhoz, hogy az izmok ne rövidüljenek meg, mindig meg kell nyújtani. Minden edzés végén minden izomcsoportot, amire dolgoztál, megnyújtjuk. Mivel átmozgató edzés volt, ezért az egész testet lábtól elindulva fölfele nyújtunk minden. Lábfej megfog, fenekedhez odahúzod a sarkadat, másik kezeddel hosszan nyújtózol. Előrehozod, átkulcsolod. Megismétled a másik lábbal ugyanezt. Ezeket a nyújtásokat akár edzés nélkül is elvégezheted, hiszen a nyújtás jótékony hatásairól a későbbiekben szerintem mesélni fogok. Térdeden támaszkodsz, és homorít a hát, és púposít lassan. Háromszor. Puposan elindulsz vissza, csigolyáról csigolyára fölállsz, válkörzés hátra. Elől összekulcsol a kéz, puposít a hát. Fölnyújtózol vele. Hátul összekulcsolsz, hátra húz a váll. Keresztbe magad előtt nyújtva a kar. A másik. Bicepszet nyújtunk, lefele néz a kézfej, lefeszíted. Másik. Lapockád közé beteszed a tenyered, fölfele húzod a könyöködet, nyúlik a triceps. Másik. Törzsdöntés. A nyújtás és a bemelegítés között az a különbség, hogy amíg a bemelegítés dinamikus, addig a nyújtást statikusan végezzük. Kedves egészségetekre, köszönöm, hogy velem tartottatok, legközelebb találkozunk. Sziasztok!